Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A hagyományokhoz hűen az elmúlt napokban Székesfehérvár önkormányzata átadta azokat a szakmai díjakat, amelyek a Szent Istváni ünnepség sorozathoz, a királyi napokhoz kapcsolódnak, tehát ezek közé tartozik a Pro Civitate díj, valamennyi olyan elismerés, Pro Cultura, Deák Dénes díj és ösztöndíj, a Láncösszegfű Alapítvány ösztöndíja, és rendhagyó módon átadásra kerültek azok az elismerések is, amelyek általában március 15-éhez kötődnek, közöttük van a Penna Régia díj is. Kovács Szilvia, Penna Régia díjas. Köszönöm szépen. Ízlelgetem ezt a mondatot. Te én is, mert a hideg is kirázt tőle még. Köszöntöm én is a nézőket. Ides tova 20 esztendeje, hogy megérkeztél még a Jókai utcába. Mi láttunk egy ízig-vérig hölgyet, aki gyönyörűségesen beszél, mint később megtudtuk, remekül beszél angolul, és először műsorvezetőként léptél be a Fehérvár, akkor Fehérvár televízió kapuján, a Jókai utca 15-ben, és ez egy fontos lépcső volt az életedben, mondom én. De mielőtt erről esnék szó, hogy kerültél be ebbe a forgatagba, amit televíziózásnak hívnak, azért essék szó az indítatásról, a hivatásválasztásodról, hiszen rendkívül érdekes mindenféle bulvár nélkül az életutad. Hát nem volt egyébként olyan nagy hangsúlya ennek még régen, amikor pályát kellett választani. Még akkor, amikor középiskolás voltam, akkor még nem tudtam, hogy mit szeretnék, és akkor negyedikben, illetve hát azt most már 12-nek hívják, 12. osztályban jött egy olyan lehetőség, hogy elmentem a 100-ból egy című műsorba az egyik kereskedelmi csatornára, és ott a műsorvezető egy olyan kellemetlen helyzetbe hozott, hogy ez egy ilyen kvízjáték volt, és valahogy így kiválasztottak, és fel kellett állni, egy kicsit be kellett mutatkozni, meg stb. És így körbeforogtatott ott a műsorvezető. És én olyan méreggel jöttem haza ebből a műsorból, hogy engedhet meg magának valaki ilyet, és hogy mekkora hatalma van a műsorvezetőnek, meg egyébként a tévének, és valahogy akkor még ilyen gyerekfejjel így elkezdtem ezt így irigyelni, meg úgy megtetszett ott akkor ez a sok kamera, stúdió, és a többi, és a többi, és akkor valahogy így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy én szeretnék műsorvezető lenni, mert egyébként előtte én színésznő szerettem volna lenni, de, mint ezt sokan tudjátok rólam, nem nagyon szeretek szövegeket tanulni, ezt bevallom őszintén, és nem, valahogy nem jött ez a dolog aztán, amikor megláttam, hogy hány verset meg mindenfélét kell a színművészeti felvételire tanulni, akkor azt mondtam, hogy akkor inkább maradjon a kommunikációszak, és hát most nem tudom, hogy szeretnéd-e, hogy belemenjek a továbbiakba, de igazából akkor, amikor a tévére esett a választás, ugye a Kodolányi Főiskola angol tanár és kommunikáció szakára jártam, és itt ugye tévére specializálódtam, akkor a negyedik osztályban ugye gyakorlati helyet kellett választani, és én nagyon jóban voltam már akkor az Urák Csabával, aki akkor még egy, hát nem mondom azt, hogy kezdő riporter volt, mert azért olyan naplóban már komoly anyagokat készített, de őt ugye ismertem, meg jobban voltunk, és megkérdeztem, hogy nem tudná segíteni abban, hogy gyakorlati helyet szerezzek. És azt mondta, hogy Szilvi, ha meg akarod tanulni a szakma alapjait, sehova nem mozduljál, sétálj be a Fehérvár TV-be, és majd ott szépen mindent megtanulsz, amit kell, mert egyébként a kereskedelmi tévébe hurcolászod a táskákat, meg kávét főzöl egy jó darabig, és sokáig nem lesz belőle itt, semmi. Itt így is történt. Én azt hiszem, hogy azok arra az időkre természetesen emlékezünk, mert ezek fontos pillanatok voltak, és pillanatok alatt mély vízbe kerültél abban az értelemben, ugye teljesen más volt a műsor struktúra, és egyszer csak feltűnt egy nagyon szép ember, aki nő, ráadásul, aki gyönyörűen beszél, és tudja értelmezni is a híreket, hiszen először híradó műsorvezetőként kezdted, és az ugye teljesen más műfaj volt akkoriban még. Élőben egyik oldalról, a másik oldalról pedig igenis értelmezni kellett, hiszen nagyon-nagyon sok minden történt akkor is Fehérváron. Hogy sikerült ezeket a lépcsőket meglépned, hiszen sikerült, ugye ezt tudjuk?
Hát ez nagyon nehéz volt egyébként nekem, mert ugye volt egy olyan elképzelésem, hogy én műsorvezető szeretnék lenni, olyan, mint te, vagy amikor én ülök abban a székben, ahol te, vagy a stúdió másik felében, bármilyen más beszélgetős műsorban. Én ezt inkább közelebb állónak éreztem magamhoz. De aztán hát úgy jött a lehetőség, ugye, hogy Dezső Pista kollégánk, Isten nyugosztalja, ő segített abban, hogy ugye apukámmal ők gyerekkori barátok voltak, és tanárom is volt ugye a főiskolán, és mondta, hogy gyere be Szilvi, és akkor megmutatlak, aztán megnézzük, hogy akkor a gyakorlatot azt hogy tudod itt csinálni nálunk, és hát ugye bejöttem, és a Sipos Józsi meglátott, a Szombati Zoltán akkori főszerkesztőnk szintén meglátott, meg meghallották, hogy hogy beszélek, és akkor azt mondták, hogy jó, gyakorlat, oké, az le van tudva, de hogy itt van egy híradó, a Jónás Sanyi vezeti, és mellé keresünk egy hölgyet, és így mondták, hogy akkor ezt meg kéne nézni. És hát összecsináltam magam. Tehát, hogy 22 évesen nem érezte magát nyilván az ember arra éretnek, hogy egy híradó műsort vezessem. Igen, de gyorsan tanultál, ha úgy tetszik, és ráadásul gyönyörűen beszélsz. Ez adottság, vagy azért tettél hozzá az évek során? Tehát van valami plusz, ami segít abban. Kifejezően szépen artikulálsz. Ez az alapvetés. Szerintem ez egy félig tanult, félig hozott dolog egyébként, mert amikor beléptem, akkor azt mondták a főnökök, hogy az orgánumom az, ami nagyon jó. És hogy ez nyilván egy hozomány, családban ilyen néhangú anyukám meg testvérem van. De egyébként, amikor itt elkezdtük, akkor én hát visszanéztem pár videó fel, meg akkor még szalagos kazetták voltak, ugye visszanéztem, hogy ültem ott az asztalnál összerogyva az első pár ilyet. Ugye hát még akkor meg ugye a Jónás Sanyival vezettük úgy ketten, hogy ő neki volt sugógépe, nekem meg kellett tanulnom a szöveget az elején, egy kicsit bedobott a mélyvízbe, mert tanítani akart egyébként, és Sanyi nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon sokat tanított. És valahogy szerintem őtőle jöttek azok a dolgok, amik aztán így megmaradtak, én azt gondolom. Tehát nagyon sokat tanultam tőle. Mindig átvettük minden egyes iradó előtt azt, hogy kéne elmondani, hogy hangsúlyozzam, mire tesszük, mi az, amit ki kell emelni, hogyan, stb. És aztán egyébként szerintem azt, hogy nagyon sokat híradóztam, utána ugye, hogy fölkért a város elég sok városi rendezvény lebonyolítására, valahogy nem tudom, én is a híradók által már így megtudtam azt a fajta, nem is tudom, alázatot tanulni így a szakma iránt, a hírek iránt, az emberek iránt, hogyha mondjuk felállok egy színpadra, akkor tudom, hogy ott hogy kell állni, hogy kell beszélni, hogy kell előadni, ezt szokták szeretni. A szűk szakmai körben mi ezt gondoltuk és tudtuk, és hiszen ez eleve elrendelés volt, tehát külsőleg, belsőleg, technikailag, mélységében is tudtad a szakmát, rengeteg olyan városi ünnepség volt, ahol néztünk, hogy igen, így kell kinéznie egy műsornak, így kell felvezetni, így kell közbeszólni adott esetben. Viszont jöttek a tévében is a következő lépcsők. És ezek fontosak, hiszen amikor az önéletírásodat olvassuk, a többség csak azt gondolja, hogy rendben van, itt van Szilvi, most már vannak egyéb műsorai, de te magad csak a fehérvári beszélgetéseket említed meg, hogy a csapatmunkában hiszel, ami teljesen rendben van. Én viszont itt összeszámoltam most, és leírtam magamnak, ugye a fehérvári beszélgetések az alap. Nyilván megmaradt a híradó műsorvezetés teljesen más struktúrában, de már itt van az Együtt magazin, a Mizu, a híradó műsorvezetés, a híradó felelős szerkesztője, a híradó szerkesztő riportere, és nem csak Fehérváron, hanem az MTV-nél, Duna TV-nél, Hír TV, stb. És ráadásul írnod is kell, hiszen a Fehérvár magazin hozzánk tartozik, ha úgy tetszik. Hogy készültél erre? Hiszen az első a fehérvári beszélgetések volt. Tehát az ugyanolyan, csak más környezetben, ahol én azt vettem észre, hogy neked nagyon szívesen megnyílnak a vendégeid. Miként készültél erre, és miként választottál embereket a beszélgetéseidhez? Hát ez szerintem vagy jön, vagy ajánlják, vagy hogyha olyan érdekes embert találsz, mint ahogy te is folyamatosan ezt csinálod, akkor is látsz benne valamit, látod benne azt, hogy érdekes lehet mások számára, akkor hívod.
Én nem készültem rá, ugye annak idején nagyon örültem az első ilyen lehetőségnek, mert ugye mindig arra vágytam, hogy olyan jellegű műsort csináljak, ami kicsit más, mint a híradó. És hát készülni nem annyira készültem. Én úgy voltam vele, és a mai napig egyébként úgy vagyok a beszélgetős műsorokkal, hogy nyilván felkészülök, tehát, hogy utána nézek annak, hogy ki ül le velem, és akkor tudjak róla néhány dolgot, mert nem biztos, hogy mindent tudunk róla azért, mert interjúzunk, és elolvasunk pár dolgot. Tehát, hogy azért utána nézek, de én alapvetően úgy annyira nem próbálom előre megfogalmazni a kérdéseimet, hanem ahogy jön. És lehet, hogy azért is szeretnek esetleg velem beszélgetni, mert tényleg nem egy ilyen előre megtervezett dolog, hanem ahogy jön, és egy laza beszélgetés tényleg, hogy ahogyan az életben. Erre példa a Mizu. Igen. Ez egy remek gondolat, egy nagyszerű ötlet, és pontosan azért nézett, mert az imént elmondottak visszaköszönnek folyamatosan. De ez viszont már teljesen tudatos volt, hogy ezt a műsort, ezt a beszélgetős műsort úgy épített fel, hogy mindenki a saját stílusában tudja elmondani a mindennapjait, ünnepeit, szomorúságait, örömeit. Igen, hát egyébként ennek a műsornak nagyon örülök, mert ez úgy született, és egy kicsit példája egyébként annak, hogy az a korral hogyan lehet haladni, mert ez úgy született, hogy még tavaly, biztos emlékszel, mikor mielőtt még jött a COVID-helyzet, akkor mondták a vezetők, hogy mostantól lesz lehetőség arra, hogy egy kicsit több mindent csináljunk, kicsit máshogyan, lehet magazin anyagokban, magazin műsorokban gondolkodni, és akkor én két szinopszist letettem a vezetők elé, az egyik volt a Mizu, a másik azt még nem mondom el, mert még nem valósult meg, és majd egyszer szeretném. De hogy akkor már a címével is gondok voltak, de aztán szerintem valahogy ez a helyzet, ez az egész COVID helyzet így felülírta, és azt mondtam, hogy dehogy nem ez lesz a címe, hogy nálatok Mizu, miért ne lehetne az a címe, hiszen ugye megszületett az online térben, mert ugye úgy volt, hogy majd amikor lesz, akkor egy ilyen kitelepülős műsor lesz, kinti, teraszos, kávézós, és a többi, és hogy ott fogom majd ezeket a vendégeimet meghívni, és ott fogunk beszélgetni. De ez nem valósult meg, ugye, mert hát jött a bezárkózás, és akkor hirtelen eszünkbe jutott, hogy miért ne lehetne ezt az online térben megcsinálni először, hiszen hát most pont adja a helyzet, hogy ugye pont azt a világot Igen. kezdtük el élni, hogy minden online volt, és akkor két adás volt először az online térben, és akkor utána sikerült kitelepülni, amikor már kinyitottunk tavaly nyáron, aztán utána bementünk a színházba, de aztán ugye sajnos ott is be kellett zárkózni már szeptember-október környékén, és aztán volt megint online adás, amikor úgy jött a helyzet, tehát hogy többször volt így az online térben, de úgy néz ki, hogy alkalmazkodni kell, és a korral haladni kell. Így van, és ráadásul, tehát én azt figyeltem meg, hogy ez változatlan, az a színesség, ami erre a műsorra jellemző, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a köznapi emberek is értsék. Hiszen a híradó, az a hír szent mondják, és ez valóban így van. Tehát híradó szerkesztőnek lenni, az egy óriási felelősség. És azzal, hogy a Fehérvár Médiacentrum, a Fehérvár Televízió bekapcsolódhatott az országos hírcsatornák munkájába, rendkívüli felelősséget ró a szerkesztőre is. Tehát gondolok itt a Hír TV, a Magyar Televízió, a Duna TV és TV2 és adott esetben műsorok, azok sokkal többet kívánnak, mert hogy tisztán világosan kell fogalmazni. Hogy lehet beleszokni ebbe? Nem azért, mintha a Fehérvár híradó az más lenne, csak azért ugye országos hírcsatornán megjelenni az más. Igen, más, tényleg más. Amikor elkészítünk egy anyagot, vagy mondjuk azt mondja az aznapi szerkesztő, hogy ez magunknak kell, az meg az MTV-nek vagy a Hír TV-nek, akkor amikor a mi verziónkat csináljuk, én szerintem mindenki úgy van, hogy jaj, de jó. Tehát, hogy van egy ilyen itthon vagyunk feeling, és hogy így, ja, hogy ezt magunknak, és akkor azt úgy írom meg, ahogy akarom, vagy tehát, hogy akkor van nyilván egy súlya, csak más helyi szinten ezt megfogalmazni, előadni, mint mondjuk egy országos tévénél. Most például a vasárnapi nap, mert kérdezett, hogy lehet megszokni, nem lehet ezt megszokni. Nem. Amikor reggel 6-kor csörög a telefon, vagy akár bárkinek éjszaka, én még hál' Istennek lekopogom, ennyi idő alatt nem volt olyan éjszakám, hogy kirántottak volna az ágyból, de most vasárnap a buszbaleset kapcsán, hajnalban már hívtak, és
tényleg egész nap élőzni kellett az MTV-nek, nem lehet megszokni. Tehát, hogy az, amikor az autóból szinte nincs időt kiugorni, és már mondani kell, az mindig ad egy olyan adrenalin szintet, egy stressz helyzetet, de valahol meg egyébként nagyon sokat ad. Jó, mert felkészültnek kell lenni, és az visszaköszön a felkészültség a képernyőn is. De nem is tudsz mindig felkészülni. Ez egyértelmű. Tehát az, hogy mondjuk egy utazás alatt van időd arra, hogy információkat szedjél, és utána meg kell jelenni élőben, és el kell mondanod, amit tudsz azonnal mindenről, és tőled tudják meg első kézben, mondjuk az egy nagyon jó érzés, azért az tényleg nagy felelősség. Igen, hát a rutin itt nem segít. A rutin hiányzott, amikor elkezdtél híradót szerkeszteni felelős szerkesztőként. Ez megint egy más kihívás és egy óriási feladat, hiszen ebből tájékozódnak a székesfehérváriak, illetve a szűkenvet agglomerációs övezetben. Hát igen, egyébként azt is nagyon szeretem csinálni. Ezt, hogy értsék a nézők, ez ugye azt jelenti, hogy az aznapi híradókat ugye a napi felelős szerkesztő állítja össze, ő irányítja ugye a stábokat, egész nap ő ellenőrzi a munkát, mindenkiét. Hát vannak olyan dolgok, amire az ember nem feltétlen biztos, hogy érettnek érzi magát. Szerintem ez ilyen volt, mert például, hogyha Kis Dávid Renát a kolléganőnkre gondolsz, aki rögtön bele lett dobva a mély vízbe napi szerkesztőként, akkor tényleg azt gondolja az ember, nem biztos, hogy alkalmas vagyok, de aztán egy idő után szerintem ezt meg lehet tanulni. A kérdés az az, mert ugye ez tényleg ebben nagyon megmutatkozik az, hogy tényleg csapatmunka. Tehát, hogy ez már csak amit a híradóban látnak, egy elkészült anyag, az egy komplett csapatnak a munkája, egy operatőré, egy szerkesztőé, a napi szerkesztőé, az adáskiadóé, és a többi. Tehát, hogy itt olyan sok mindenkinek a munkája van benne, és ott viszont nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni, hogy minden tökéletes Igen. legyen. És hát nyilván nem mindig tökéletes minden, mert hát emberek Igen. vagyunk, de... Végtelen távlatok nyílnak, azért azt tudjuk. De mielőtt a végtelen távlatokról beszélünk, belekapaszkodom abba a gondolatodba, amit a csapatról beszéltél, és a közösségről, és most egy olyan eseményről kell, hogy szó essék, amit meg kell idéznünk természetesen a bizonyos keretek között. Ezt írtad valamikor, hogy két nappal az ominózus hétvége előtt kezdődött, felfedeztem egy csomót a mellemben. Úgy vagyok beállítva, hogy nem ijedezek mindentől, ezért összepakoltam az utazós dolgokat, utaztatok, és aztán beszaladtam a kórházba a vizsgálatra. És ezután történt, ami történt, tehát megvolt a vizsgálat. Erről kell, hogy szó essék. Hát igen, azért is kell, hogy szó essék, mert valahol az nyilván egy törés jelentett 5 évvel ezelőtt, most már lassan 6 az életemben. Az a ominózus nap, amikor egy Szilvia nap, péntek 13-a volt ráadásul, de nekem az volt egyébként a szerencsenapom, mert nem ijedek meg tőlük. Az egy csúnya nap volt, de valahogy így azért nagyon sokat változtatott az életemen. Én azt gondolom, hogy hál' Istennek lekopogom, hogy egyáltalán itt lehetek, ez egy nagyon nagy dolog. Végigcsináltam, amit végig kellett csinálni. Tehát, hogy ki mondjuk rákbetegséget diagnosztizáltak nálad. Így van. Kemény hónapok voltak, az tény, sőt, kemény évek, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat profitáltam belőle. Azért is, mert hogyha mondjuk ez nincs, akkor nem biztos, hogy elkezdek olyan filmen gondolkodni, ami aztán később lett, vagy tehát ez, mondjuk ezt a filmes dolgot, ez indított el, én azt gondolom. Borzongató visszaemlékezni, amikor bejelentetted itt nekünk. Én olyan csendet már talán azt mondom, hogy soha nem tapasztaltam. Hát igen, el kellett mondani, mert ugye arra számítottam akkor hirtelen, hogy jól van, akkor elmegyünk, és akkor ezt gyorsan lerendezzük, ugye édesanyám ezen már átesett. Sajnos, de szerencsére itt van, és lekopogom, jól van. Tehát, hogy ő az ő példájából tanulva, gondoltam, pár hónap alatt lerendezzük, addig kivonom magam a forgalomból, és akkor jövök vissza, és minden rendben lesz. Még én nyugtattam, vigasztaltam itt mindenkit. De hát aztán tényleg így lett, hogy hát jó, kicsit tovább tartott, de itt vagyunk. Erős voltál, és itt vagy nekünk, viszont születtek pontosan, ez volt az egyik indítatás, olyan filmek, amelyek példák arra, hogy miként lehet empátiával megközelíteni nehéz dolgokat. Honnét jöttek a gondolatok, hogyan sikerült megvalósítanod őket? Hát az első film, az igazából mondjuk úgy jött, hogy szerintem
rám rakták, tehát hogy arra gondoltak, hogy majd én jól fogom tudni kezelni, és nagyon örültem ennek a lehetőségnek. Ez a Gyógyult utakon című film volt. Nagyon örültem neki, mert akkorra már volt abban tapasztalatom, hogy mondjuk egy beteg ember hogy tud felépülni egy betegségből. Egyáltalán hogy lehet kérdezni valakitől, aki benne volt egy betegségben, mert azt hiszi egyébként mindenki, és ez a mai napig tapasztalom, hogy nem mernek kérdezni, hogy sajnálattal kérdeznek, és a többi. És hogy szerintem ez a része az, amit úgy meg tudtam fogni mondjuk ezekben abban a filmben is, vagy a Kerékbe zárt álom című filmem kapcsán ugye az Orosz Gina, aki balesetet szenvedett 19 évesen, és ugye szegényként azóta tolószékben ül, ő tőle is. Igazából merni kell kérdezni. Engem mondjuk ezek a filmek erre tanítottak, hogy attól még, hogy ő olyan helyzetben van, attól még lehet, hogy akar róla beszélni, lehet, hogy úgy akarja elmondani, ahogy van. Tehát, hogy erre van szerintem egy jó módszer. Ilyen értelemben példa és példakép vagy, hiszen te is megnyíltál, és nagyon sokat segített abban a köznapi embereknek, nem csak itt a mi saját kis zárt közösségünknek, hogy megértsék, hogy ilyenkor mi zajlik le. Tehát aztán folytattad a munkát, és pontosan azt mondom most az együtt. Azért kérdezlek most az együttről, mert az együtt is példa arra, hogy miként lehet megközelíteni különleges dolgokat, amelyek attól különlegesek, hogy mélységesen köznapiak. És az együtt ilyen, ez a magazin. Hát az együtt az kicsit... Mert abban minden van. Abban van minden, igen. Nehéz volt ezt így megfogalmazni, de jól mondtad. Hát igen, ugye az a jó a mi szakmánkban, hogy azért van arra lehetőség, mert mondjuk nem látják a nézők, de hogy nagyon sokat rohanunk, kapkodunk tényleg, tehát hogy egyik helyszínről a másikra jövünk, megyünk, és néha ez egy kicsit túl sok tud lenni, viszont abban a tekintetben, hogyha mondjuk van egy 5 perccel több időnk valamiről forgatni, vagy kicsivel több, akkor meg mondjuk gondolkodhatunk abban, hogy magazint forgatunk belőle, és akkor erre meg egy nagyon jó terület vagy tér az Együtt magazin, mert akkor ott meg tudjuk mutatni nem csak híradós szempontból, abban 1:10, 1:20, nagy Isten, 2 percben, hanem akkor kicsit bővebben is tudunk a témával foglalkozni, meg érdekes dolgokat tudunk mutatni. Meg annyi mérföldkő volt 2 évtizednyi pályafutásodban. A Penna Régia ezek közé tartozik, gondolom én. Miként fogadtad a hírt? Megint kirázott a hideg. Hát nagyon, nagyon meglepődtem. És ezt most minden szerénység nélkül mondom, hogy lehet, hogy ha van rá idő, elmesélném a történetet, mert hogy felhívott Samu Miki, volt kollégánk, aki ugye most az önkormányzatnál dolgozik, és mondta, hogy azt tudom, hogy ha Samu Miki hív, akkor menni kell konferálni. És megláttam, hogy hívott, és akkor mondom, na, jó van, akkor lesz augusztus 20, mert nem tudtuk, ugye, hát ez még egy-két hónapja volt körülbelül, akkor még semmit nem lehetett tudni, és akkor mondom, jaj, de jó, akkor hív a Miki. És mondja, hogy hát tudod, miért hívlak az e-mail kapcsán, tudod, hogy miért, és akkor mondom, hogy ja, nem, mondom, augusztus 20, mondom, nem láttam e-mailt, ne haragudj. Ja, nem, akkor olvasd el az e-mailt. Elolvastam, ja nem olvastam el, mert nem találtam, de mindegy, aztán amikor végül eljutott hozzám, akkor mondta, hogy tegyem le addig a telefont, amíg elolvasom, és így hirtelen így meglepődtem, hogy miért kell ahhoz letenni a telefon, meg most miért nem tud várni egy percet, és akkor az volt benne, nem is olvastam el a levelet, csak a csatolmányt nyitottam meg, ott volt, hogy értesítés önkormányzati díj átadásáról, mondom, ja, jó van, akkor átküldte, hogy majd valakinek adok át egy díjat. És közben olvastam az én nevemet, és pont itt ültem a helyemen, és így felpattantam, hogy mi van, gyerekek, mi? Nem, dehogy is, ez nem lehet. Szóval nagyon nagy meglepetés volt, pontosan azért is, mert nagyon sok olyan elődöm van, mint például te, akik azért az én szememben nagyon-nagyon sokat letettek már ebben a városban, és ha belegondolok, hogy ott van Dezső Pista, ott van Kozma Ági, ott van Tribolt Lajos, ott van Matók Jani, nem is akarom felsorolni, hogy milyen emberek, milyen egyéniségek kaptak Penna Régia díjat előttem, hát ehhez mérten ez egy nagyon nagy megtiszteltetés a város részéről, no, és a cég részéről. Én azt gondolom, hogy jó helyre került ez az elismerés, és hát természetesen most nincs más dolgom, mint tényleg mit kívánjak mindannyiunk nevében. Mert a székesfehérváriak, és sok mindenki a lelkemre kötötte, amikor mondtam, hogy lesz egy beszélgetés veled,
hogy adjam át a jó kívánságokat, hiszen azért azt nyilván tudod, hogy szeretnek téged a fehérváriak. Igen, mit egyébként kívánjak? Ezt látom és tapasztalom, és köszönöm is mindenkinek. Szerintem nyugalmat, és leginkább egészséget. Akkor nyugalmat kívánok, egészséget kívánok mindannyiunk nevében, és köszönöm szépen, köszönöm és hajrá! Szépen. Ugye a Penna Régia díj kötelez. Igen, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, és köszönjük mi is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kovács Szilvia volt, az idei Penna Régia díjas. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!